ti mivel jártok iskolába? Tudtad, hogy a biciklizés nem csak nagyon egészséges, de még a levegő szennyezését is elkerülheted vele? Sőt, gyakran gyorsabb is, mint autóval vagy busszal menni. Most megmutatom, mik a legfontosabb szabályok, melyek betartásával biztonságosan biciklizhetsz a városban. Biciklizni a kijelölt kerékpárúton vagy kerékpársávban szabad. Fontos, hogy mindig az út jobb oldalán közlekedj, sosem a balon. Ahol nincs kijelölve bicikliút, ott szorosan az úttest jobb szélén szabad haladni, de csak is felnőtt kíséretében. Amikor kanyarodni készülsz, jelezd a kezeddel az irányt, így mások is számítani tudnak az irányváltásra. Kereszteződésben történő áthaladásnál, ahol zebra van, ott szállj le a bicikliről és told át szépen a zebrán. Vannak olyan felszerelések, melyeknek mindig a bicikliden kell lenni. Mutatom, melyek ezek. Szükséged lesz egy csengőre, hogy jelezni tudj más bicikliseknek vagy gyalogosoknak, például, ha ki akarod kerülni őket. Fontos, hogy szürke, ködös időben és sötétedéskor is jól látható legyél. Ezért a biciklidre kötelező felszerelni előre egy erős fehér fényű lámpát, hátulra egy piros fényűt. Az első küllőkre pedig fényvisszaverőt, hogy jól látható legyél. Emellett kötelező felszerelés a két fék is a biztonságos megállás érdekében. Mindig viselj bukós isakot, mert ennek köszönhetően biztonságban leszel akkor is, ha netalántán elesnél. Ha pedig sötétedéskor, városon kívül vagy szürke időben indulsz útnak, vegyél fel egy fényvisszaverő mellényt is. Adok néhány jó tanácsot, így sosem fog beérni biciklizés közben. Ne hallgass zenét, mert nem fogod meghallani, amikor autó közeledik vagy egy kerékpáros társad előz. A telefonodat se használd kerékpározás közben, mert elvonja a figyelmedet, és nem fogod észrevenni az esetleges akadályokat. Kanyarodáskor és a kereszteződésekben győződj meg róla, hogy a többi közlekedő is észrevette a szándékodat, és megadják az elsőbséget neked. Mindig figyelj! Azzal, hogy rendszeresen biciklivel közlekedsz, sokat teszel az egészségedért. Fittebb leszel, hiszen a kerékpározás is sport. Sőt, az iskolában is jobban tudsz majd figyelni, mert az agyat is felfrissíti a reggeli mozgás. Pattanj hát két kerékre, és tekerj az iskolába a tisztább levegőért és az egészségedért. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!